Én, mint az ország punci fotósa, ez így nehezen... Meg Ördög Nóra férje. Meg Ördög Nóra férje. Ez a két dolog van, szétesem egy atomérm, és úgy érzem, hogy egy szardarab vagyok, mert hogy egész egyszerűen nem tudok egy mondatot értelmesen elmondani. Két opció van, hogy nagyon elrontjuk, és életünk legnagyobb hibáját követtük el, vagy egy olyan felületet, ami egyébként szerintem ma már iszonytatósan az életünk része, megtanítottuk őket kezelni, használni. Hogy vagy? Elférsz? Minden oké? Elférek. Elférek abszolútli. Néztem már korábban ilyet. Igen. És megállapítottam, hogy ezek a kamerák ebből a hasamnak, ami most megnőtt, nem kifejezetten előnyös palocsa. Mert itt nem lehet kivenni. Nem, jobbra. Nyilván a szakmai ártalom, mert hogy ezt te nem tudom, hogy te hogy oldanád meg? Nem lehet más, ha egy, ugyanezt... Ha ez egy nánás jégvlog lenne, akkor hogy... Nem. Tehát ezt nem lehet. Hát nagy filmes nyilván eszközökkel, hogy kívül vannak az óriás kamerák, meg tudom én, az más, de nem lehet más, hogy megoldani. És ez egy tök jó megoldás, csak a GoPro az egy ilyen... Igen. És most bejött ide a nagyon meleg, úgyhogy lehet, hogy le is fog olvadni valamelyik, úgyhogy majd az jó. Azt meg majd megoldjuk. Mindig örülök, amikor a vlogunkban valamilyen történik, az mindig olyan jó dráma, amikor leesik. Igen, és ezt benne is hagyjátok. Persze, az úgy jó. Egyébként ez a vlogger életforma, ez neked mennyire volt idegen? Mert azért te teremtett terekben, teremtett szituációkban fotóztál. Aha, aztán most ez nem olyan. Tehát, hogy itt van két gyerek, aki jön, megy, van egy feleség, akivel persze meg lehet beszélni, hogy mi fog történni, és full profi, de azért az élet az úgy zajlik körülötted. Igen. Hát figyelj, ezt meg nyilván ezt hozzá kellett szokni, de a vlogolás előtt már volt egy pár évem, amit eltöltöttem úgy, hogy volt egy híres feleségem, meg van is, szerencsére, és akkor az úgy szép, tehát ez egy ilyen szép folyamatos dolog volt, meg mi azért folyton vlogoltunk, csak nem feltétlenül mutattuk meg, tehát én mindig minden helyzetben forgattam, csak éppen a családoknak mutattam, tehát a családtagjainknak mutogattuk, akárhova mentünk nyaralni, akárhova mentünk, hát nyilván nálam mindig volt fényképezőgép, meg kamera, meg szóval mindent folyamatosan rögzítek, és most hello. Nem tudom, hogy rajongók vagy gyűlölők, szerinted? Gyanítom, hogy nem tetszik nekünk, nem mész túl gyorsan. Jaj, nem megyek, csak 40-nel. Tehát, hogy az oké, hogy dokumentálod az életeteket. Ja. Mert hát igen, mert ugye ez vagy te. Csak teljesen más, amikor egyszer csak úgy lesz ennek több százezer nézője. Igen, és akkor az a te terméked, vagy a te általad leforgatott, megörökített képsorok, azok hirtelen közkincsé válnak. Uh-huh. És te mondjuk ahhoz voltál szokva, hogy lefotózol valakit, és azután az ott ki van találva, hogy hogyan, hogy néz ki, milyen körülmények között, milyen fényviszonyok menet, és akkor utána meg van utómunkázva valamennyire. Na, a vlogban ez nincs? Hát ez nincs. Ez egy kitárulkozás. Igen, egyébként mostanában sikerült ezt igazán elengednem, mert eleinte én mindig agyon akartam fényelni az utolsó részletekig, minden snittet meg akartam volna úgy csinálni, hogy az igazán pöpesz legyen, de hát ezt be kellett lássam, hogy ebben a tempóban, ahogy egy ilyen vlog készül, amikor mi elkezdtük, ugye akkor az ráadásul napi vlog volt. Az ázsiai. Az ázsiai, így van, és az azt jelent, tette, hogy nekünk naponta kellett adást csinálni, és összesen 10 adással készültünk elő, mikor az elkezdődött, és aztán ez a 10 nap az elfogyott, így telt el, és akkor mi napi küzdésben voltunk, és még akkor is nagyon küzdöttem azért, hogy szépen fényelve legyenek, olyanok legyenek a vágások, meg nyilván a Nóri is, hát ezt ketten toltuk akkor, és hát nehéz volt ezt elengednem, bevallom őszintén, a mai napig mindig van erre igényem, hogy amennyire lehet olyan kicsit filmesebben, vagy szóval látványában izgalmasra csinálni, de azt kell mondjam, hogy arra viszont rájöttem, hogy a sztori
az mindig sokkal erősebb lesz, mint a kép, ami nekem fotósként ez egyébként fáj, kicsit fáj. Gyakorlatilag az illúzió megteremtésén működtél hosszú ideig, évekig, évtizedig. A Playboy-jal, a mindenféle megcsinált, tényleg megcsinált enteriőrökkel, világítással, és aztán ezt az illúziót így szépen lebontottad. Lebontottam is. Magad körül gyakorlatilag. Megszűnt az illúzió. Ennyit az illúzióról. Nem tudom, így érzed? Hát lehet, kívülről egy picit így látszik. Nem. Hát az a képzelt világ, amit én mondjuk úgy nagyon szépen értékesítettem, igen, az valóban kicsit ma már kevesebb, de egyébként szerintem az embereknek az ilyen típusú igénye is, azt hiszem, hogy egy kicsit már megszűnt, bár azt kell mondjam, hogy pont most támasztom föl újra ezt a műfaj jomat, mert most kezdünk bele, és most kezdek bele már megint valami. Melyik teljesen új. Hát a teremtett világ fotográfusa, tehát hogy a akt és portré, és az egyéb ilyen nagyon megcsinált képeket, azokat. Most létrehoztam egyébként, azt akartam is neked mondani, hogy mi egyébként nagyon egy időben kezdtük el ezt az internetes... Az interneteket? Nem, ezt az internetes felszabadulást, mert te aha, is ugye a tévében dolgoztál, és emlékszem, amikor a VMN indult, én is akkor kezdtem 2015? Abban az... Igen, jó, nem, tehát hogy már én a ilyen kb. 2012-13-ban elkezdtem blogolni, tehát hogy a képeimet még akkor nem az Instára, meg a Facebookra, hanem egy külön felületre elkezdtem ilyen napi fotókat föltöltögetni. És hát aztán az elég szépen elindult, és körülbelül egy időben kezdtük el azt csinálni, amikor te eljöttél a tévétől. Én is akkor ébredtem rá arra, hogy nekem nem kell feltétlenül egy magazin, vagy egy bármilyen nyomtatott sajtó, vagy egy könyv, vagy bármi ahhoz, hogy vagy egy kiállítás, hogy az érdeklődőkhez eljussak, hanem ezt meg lehet oldani a webben, és olyan tartalmakkal, ami engem érdekel, vagy amiről én gondolom azt, hogy érdekes. És ez nagyon jó volt, igen. Csak aztán ez évekig ment, működött is tök jól, meg egy csomó, én ezt Lime Postnak hívtam egyébként. És aztán, amikor elkezdtünk vlogolni, akkor az eltűnt, és most újraindult. Viszont tök jó, hogy újraindult, mert akkor ezek szerint, na, én azt láttam az egész vlogolásban, hogy ez elindult, és ez mint egyébként nagyon sok minden, vagy több minden a ti életetekben, például a kisbolt sztori is, de arra majd visszatérünk, hogy elindul lelkesedésből, meg ugye, hogy ti állandóan teremteni akartok. Tehát van bennetek egy ilyen közös teremtés igény, amivel mentek is, elindul valami, és egyszer csak túlnövi magát, tehát hogy szinte túl sikeres lesz túl gyorsan. És aztán hirtelen kell kapaszkodni utána, és én azt láttam a vlogban is, hogy itt hirtelen ez iszonyatosan nagyot robbant. És akkor elborított mindent. Igen. És újabb vlogok, és újabb utazások, és újabb igen, ez, és újabb, és akkor... Imádtuk, igen. Imádtátok, de hogy igen, nem voltak közben olyan, hogy fú, gyerekek, elcsúsznak az arányok. De rohadtul, folyamatosan és megállás nélkül az arányok azok el vannak csúszva, tehát gyakorlatilag mi úgy éljük az életünket, hogy ezeket a kis potmétereket tologatjuk, hogy erre most egy kicsit húzzunk rá, abban húzzunk le, de tudod, szoktam ezt látni, hogy a hangmérnököknek, hogy egyiket föltolják, és automatikusan lehúzódik a másik. Aha. Ilyen automatikus folyamatok vannak, és ez pont ugyanezt történik velünk is, hogy egyfolytában is megállás nélkül van valami, vagy valamik, amik húznak minket előre, és ezek iszonyú sok izgalmat, és újdonságot, és tudom én, bizsergést adnak. És hát nyilvánvalóan akkor az a többi dolgot, mert egyszerűen ez ennyi időnk van, de hát illetve most az utóbbi időben ezt olyan módon nyilván el kellett kezdjük valamilyen módon komolyan venni, hogy akkor mi ilyenek vagyunk, így élünk, tehát kell még segítség, úgyhogy most már 20-akárhányan vagyunk, akik... A csapat körülöttetek tényleg? Igen. Tehát, hogy így rettenet, nyilván a kisbolt ügye, és a blog ügye, és a webshop ügye, és az én fotós karrierem, a Nórinak a... Meg a család menedzselése. Szóval, hogy... Brutál. Ez most már megint egy ilyen... Egyébként ez egy nehéz időszak, mert most ugye az építkezés, ez amiben... Mert új kisbolt lesz. Ez, igen, ez nagyon, nagyon kőkemény. Ez megviselt téged nagyon? Nem megvisel, hanem pont az, amit kérdezel, hogy egy csomó minden, tehát hogy valahogyan egyszerűen bele kell férni a 24 órába, és az iszonyú nehéz. A Nulinek az energiáit gyakorlatilag, én nem tudom, hogy honnan közvetlenül az univerzumból kapja, vagy én nem tudom, tényleg.
De én hamar elfáradok, de annyira jól megtanultuk ezt kezelni, hogy én egy bizonyos pontig működöm, és akkor utána rám már nem lehet számítani, tehát egy napban 14 órát hajlandó vagyok végigülizni, de utána én elfáradok, a Nóri meg olyankor is még éjszaka fennmarad, és akkor végigvágja az éjszakát, most is a legutolsó vlogunk, az lenyomott egy forgatási napot, aztán utána lejött takaratjára, lefektettük szépen a gyereket, és akkor az éjszakát végigvágta, és akkor reggel kirakta az adást. Én nagy részében aludtam az éjszakának, szóval igen, az én energiáim határosak, de belőle nagyon sokat kapok, illetve hát ez az egész, ami minket körülvesz, nyilvánvalóan iszonyatosan inspiráló, úgyhogy én is amennyit lehet tudok az utolsó tartalékaimat. Mozgósítom, de elfáradok, és nem nyomasztó. De nem nyomasztó. Nem nyomasztó látni valakit, aki ennyire fáradhatatlanul nyomja melletted is. Igen, nagyon, nem, igen, már most túl, tehát már én ezen túl vagyok, hogy nem nyomaszt. Igazán, de mondom, így elfogadtuk, vagy így megértettük, hogy kinek milyen energiái vannak, vagy mennyi energiája van, és ez szerint működünk, és nem, ő soha nem volt rám mérges amiatt, hogy én elfáradtam. Én eleinte voltam rám mérges, amiatt, hogy ő még mindig fönt van, de aztán utána most már én is elengedtem, és elfogadom, hogy ez így van. Tehát egyszerűen így tök jó beálltunk. Nyilván iszonyú sok feszkónk van, tehát hogy rettenetes mennyiségű. Annyira mindig azt szoktam mondani, hogy túl sok a hangjegy, hogy így nagyon-nagyon szerte ágazó, és gyakorlatilag minden pillanatban valamiről tudunk, mindenből ki lehet venni egy kis pozitív és egy kis negatív energiát, és ez hát kemény, nem mondom. De nem panaszkodom, mert egyébként olyan nagyon tényleg bizsergető. Ma fölkerült a tető, ma leforgattam, ahogy az új boltra. Néztem, igen, megjött a tető, mert tudom, hogy holnaptól zuhogni fog az eső, és akkor nem lehet, mert a munkás ember az, hogyha esik az eső, akkor gyakorlatilag mindent kiállít a kezéből, és most már ez nem lesz indok, úgyhogy mehet az. Na, de például a munkás emberekkel kiállott az ostorral, mert valakinek ott kell állni. Igen, az építkezés az inkább az énre szortom, de azért a Nóri is bele szokott folyni, tehát nyilván az agyalásban, hogy kitaláljuk, mert gyakorlatilag mindent mi találunk ki, és akkor ez így nyilván együtt, de a munkás emberekkel én, illetve hát az ebben az egyetlen kicsit fájó, hogy nekem van egy apukám, aki az eddigi összes építkezésünket levezette. De akinek most ez ugye szakmájában vágja, a belső építész. És most ő most nem tud segíteni, mert őt egy kicsit a Covid, bár nem lett Covidos, csak egy kicsit, hogy is mondjam, ilyen finoman, ő picit ebben az elmúlt egy évben ebbe bele lassult. Ez sok idősebb emberről igen, hallom. Igen. Mennyi idősebb most? 77. Akkor nem, igen. 78 lesz most mindjárt egyébként, de szóval, hogy ő most kevesebbet tud nekünk segíteni, pedig ő volt, mert eddig ő volt az, aki ott állt a munkások felett, és irányított mindent, és most is telefonon azért intézkedik, és amit tud, segít, de kicsit nehezebben mozdul, mint korábban, úgyhogy az egy óriási érvágás egyébként. Hát ő egy ilyen igazi csoda nagypapának tűnik nekem, nem? Igen, jó. Meg tudom, hogy ti nagyon közel álltok egymáshoz, ti ketten. Aha, igen, nem egy napig. Hogy azért mesél róla egy picit, mert hogy tudom, hogy nagyon meghatározom, meg úgy képzelem, hogyha valaki ennyire közel áll az apukájához, már mert baráti viszonyban, nem már hanem baráti viszonyban, akkor mondjuk az apa mintáit is tőle egy az egybe kopizza, vagy legalábbis nagy részben. Igen, biztos így van. Hát, biztos van egy olyan kötődés, ami jól működött, és amit te is akarsz továbbadni. Szóval, hogy milyenek voltatok ti a te gyerekkorotokban? Ketten. Hát figyelj, isteniek, hát anyukámmal, tényleg ők olyan, hárman voltunk, és ők annyira ügyesen, atapu is talán az, amit az egyetlen kritika, amit apaként ő megkapott tőlem, vagy tőlünk anyutól, az a sok munka. Tehát, hogy ő is egy ilyen vállalkozó, tehát ő volt az, aki az előbb maszek volt. Tehát ő hamarabb lett maszek, mint a rendszerváltás, ugye ott van az időszakban. Igen. Lettek maszekek az emberek, és aztán, hogy a rendszerváltás bekövetkezett, akkor már ő már ebben a világban élt, és hát ez nyilván azt jelentette, hogy 7 nappal át éve dolgozott. Tehát nagyon keményen első építész volt egy életen át. Anyuval is nagyon közel voltunk egymáshoz, de aztán, amikor anyu elment, akkor apukámmal még inkább közel kerültünk egymáshoz, és akkor nagyon összekapcsolódtunk.
És hát ez a mai napig tulajdonképpen így van, úgyhogy nagyon, nem tudom, hogy mik azok az apai minták, egyszerűen csak egy ilyen normál, tehát amit én megtanultam, az egyébként talán az, amit legkevésbé gondolnak rólam, mert nyilván én, mint az ország punci fotósa, ez így nehezen... Meg ördög Nóra férje. Ez a két dolog van. Ezt a kettőt tudod. Igen. Ezt így nehezen tudják elképzelni rólam, hogy én nem mentem el minden nővel, akit lefotóztam, meg nem, szóval hogy valahogy így a szakmám... Elmehettél volna egyébként? Ha nem is minden nővel? Hát nem mindennel, de mindenkivel, de hát azért attól függ, hogyha én egy ilyen nagyon nyitott szemléletű ember lettem volna, akkor hát igen, mert valahogy... Nyitott szemlélet. Tehát ha hagytam volna, hogy elvigyen a nem tudom, mi, a vágy, akkor... De nem is, tehát ez nem is volt, rosszul fogalmaztam, mert nem a vágy az, ami elvitt, hanem, vagy nem vitt el, hanem egész egyszerűen én nem is gondoltam, vagy nem is úgy tehát a pillanat beállítva. Igen. Mert pont ez a kis családi egység, amit én egész életemben jónak tartottam, hogy jó családban létezni, és családban érezni, vagy élni, az egy jó dolog. Az egy csomó mindent ad, és nem feltétlenül az attól jó az élet, hogyha minden héten egy másik nővel jövök, megyek el valahova. Úgyhogy így aztán talán ez, amit leginkább hozok otthonról, hogy egy ilyen jó kis családi egység, és ez hála Istennek megvalósult. Én nagyon remélem, hogy még így is marad egy 100 évig, ha lehet, mert hogy jó. Tehát, hogy ebben jó lenni, mert mindenki ki tudja venni belőle azt, ami neki fontos, vagy ami neki jó érzés, akkor jó. Ha nagyon-nagyon sokat kell félretolni, félre nyelni és elfogadni és mit tudom én, akkor nem, de valahogy ez a balansz, ez tök jó megteremtődött. Még úgy is, hogy egyébként nyilván szétdolgozzuk magunkat, de közben csupa izgalmas dolog történik. Az szokott még zavarni egyébként az ország punci fotósa címke, meg az Ördög Nóra férje címke, meg ez az egész címkézés? Amikor elkezdtem fotózni, vagy mikor elkezdtem a Playboynak fotózni, akkor eleinte teljesen az kiborított. Ráparáztál? Aha, igen, az nem volt jó. Az arra, mert tudod, én ilyen művészképzőből jöttem. Igen, tudom. És aztán puncifotós lettem, és akkor ez így, és nyilván én soha nem úgy éltem meg, én ezt abszolút a mai napig egy művészi tevékenységnek élem meg, de közben meg hát nyilván arról van szó, hogy emberek csámcsognak azokon, amit szép kifejezéssel. Cikon, amiket igen. Hát akkor már vigyük tovább az analógia, vagy elvist. Valahogy így. Gondolatsort. De nem, de akkor zavart, és aztán ez hamar eltelt, vagy elmúlt ez az érzés. És a Nórival való együtt létezésem, az még mindig attól nem volt. Tehát ez tulajdonképpen a fotózása is, meg a Nórival való kapcsolatomat is mindig az oldja meg, de szerintem ezt te is érzed belülről, hogy az, amit mondanak, meg ahogyan élsz, az két különböző dolog. Ha úgy élsz, ahogy neked jó, és ahogy neked jó érzés, ami téged kiteljesít, akkor tök mindegy, hogy mit mondanak, mert neked jó. Persze fáj, hogyha valami olyat mond, ami... Igen, hogy azért az igazságérzetedet nem bosszantja, hogy köszönő viszonyban sincs a valósággal adott esetben. Igen, van. És azért nektek minden, tehát hogy ti bármit csináltok, külön-külön és együtt is, az belekerül egy nánás jégkeretbe. Te alapvetően egy visszahúzódó srác voltál. Igen. Egy csöndes, introvertált fiú voltál. Vagy hogy nem tudom, hogy még áll-e ez a múlt idő? Hát kicsit még áll, igen. Hát csak már amúgy a múlt idő áll, régen olyan voltam. Igazából hogy az vagy, tehát hogy ma is olyan vagy? Jó, de hát és ez akkor hogy viselj az életeteket ez a fiú? Nem tudom, az van, hogy minden, mondom, hogy a helyén van, hogyha én csak akkor szoktam kiborulni, ha ilyen van, hogyha ha totálisan felborul az egyensúly. És nem mondom, hogy ilyen nem történt az utóbbi időben. Persze, hogy vannak olyan szituációk, amikor már így mondhatnám, hogy eddig. De mi az, ami kiborít? Például? A sok, tehát vannak olyan... Amikor túl sok a szereplés, nincs bajom, mert én nem szerepelek, mint hogy itt sem most nem szereplésnek élem meg. Hanem egyszerűen az vagyok, tehát ha nekem valamit, most csináltam, együtt csináltuk a Mester Akadémiát. Igen. Na, és ott a Mester Akadémia felvételén, hát ott a szerkesztők ezt tudják,
Én eléggé sokszor kiborultam, a szó nem durva értelmében, de mégis, mert ott mi előre, biztos is úgy csináltatok, hogy előre átbeszéltünk mindent, akkor abból lett... Igen, iszonyatosan elő volt készítve. Elő volt készítve. Na. És én arra vagyok alkalmatlan, hogyha pontos elvárás van, hogy nekem most azt kell mondanom, igen, hogy... Igen. Arra én is alkalmatlan, ha megnyugtat. Igen. Attól szétesem egy atomérm, és úgy érzem, hogy egy szardarab vagyok, mert hogy egész egyszerűen nem tudok egy mondatot értelmesen elmondani. Aha. De ha nincs ilyen feszített helyzet, akkor engem nem, tehát a szereplés az igazán már nem zavar, vagy nem, tehát túl vagyok rajta, nem különösebben. Nem vagyok alapból ilyen, de valahogy így belenőttem ebbe az életmódba. Hát meg igazából, most azt gondolom, hogy lett volna-e választásod, tehát hogy lehetett volna ebben a szituban, vagy ugye a Nórival élsz együtt, akinek ez a vérében van. Tehát, hogy egy ilyen, olyan érdekes, hogy tudom, hogy te így, ugye azt szokták írni a bulvárlapok, hogy kinézted magadnak, akkor, amikor ő még kárítfőzött az RTL reggelibe, és te vendégnek ott volt, ez egy klasszikus megismerkedés története, és hogy akkor megakadt rajta a szemed. És én akkor azt hiszem, szerintem az RTL-ben dolgoztam még, vagy de minden esetre én dolgoztam, hogy az RTL-ben pár évet. Aha. És emlékszem, hogy a Nóri tényleg olyan, hogy ugye az ember kinézi magának, és én részemről semmiféle romantikus érzés nem volt, csak arra emlékszem, hogy megakadt rajta a szemem. Míg vitte a tepsi kazettákat valami, nem tudom milyen műsornak a 20. gyakornokaként. És ment el, így messze, én már híradoztam, messze egy folyosó részen, és mondtam, hogy az a csaj, abból a csajból lesz valami. Igen. És nem azért, mert szép, hanem mert valahogy olyan, úgy, ahogy vitte olyan magát. A lénye. Na, és hogy viszont, tehát, hogy igazából, és ennek a nőnek, Ördög Nórának nem lehetett volna más útja, mint ami lett. Annyira a vérében van ez az egész szereplés dolog. Igen. És hogy neked lett volna egy választásod, vajon? Hát figyelj, nekem az utam azért ehhez nagyon, nagyon közel van, és valószínűleg egy életen át boldog lettem volna úgy is, hogyha én nekem csak ezt a csodát kell rögzítenem, vagy nem kell, hanem akarom rögzíteni. A Nóra nevű csodát, mert hogy ez nagyon hosszú ideig ez így is volt, hogy én boldog voltam, hogy fotóztam, és gyönyörködtem benne, aztán elmentem és férfiként, meg társként, meg csak szimplán csodálójaként, és tök jól el voltam. Ezzel valószínűleg a mai napig, hogy ha nekem annyira fájna, vagy fájt volna, vagy rosszul esik, vagy kényelmetlen a szereplés, akkor az a mai napig így lenne, és kész, és boldogan élnénk, gondolom. Persze nyilván ilyen nincs, hogy mi lett volna akkor, ha. De innen nézve ez nekem tökéletesen kielégítő volt, csak aztán nem tudom, valahogy ilyen, valószínűleg van bennem is valamilyen fajta exhibicionizmus, meg különben nem tudtam volna ebbe bele tanulni, vagy beleszokni. Hát a fene se tudja, nem tudom, hogy ez jó, vagy nem jó. Eleinte volt ezzel küzdésem, hogy ez kell ez nekem, hogy most én felismerhető vagyok, mert én mégiscsak egy ilyen kamera mögötti arc hát az, kéne, igen. Hogy maradjak. Igen. De aztán ez még egyébként Playboy-os korszakból volt jó, hogy ugye ott, nekem ott lett először arcom a különböző ilyen-olyan fókusz és aktív anyagok szereplőjeként. Mert azok ja, a tévéműsorok, amelyek az aktfotózásnak a misztériumát próbálták valahogy bulvár eszközökkel feldolgozni, és te voltál a csávó, aki és mindig megjelent. Én voltam a csávó, és hát nagyon sokszor, és akkor igen. Egyébként a Posárti volt az, akit azt mondta nekem a második fotózás, az első fotózás. A volt főszerkesztő. A volt főszerkesztő a Playboynál, hogy akkor most kéne nyilatkozni a tévének, és én mondtam, hogy hát ez no fucking way, tehát én nem tudok kamera előtt megszólalni, mert mit mondjak. Mi? És akkor elfogadta, és azt mondta, hogy jó, gondoljam át, ezeknél az anyagokra erre szükség van, akkor lehet, hogy akkor azokat az anyagokat, amiknek nem kell háttér anyag, akkor azokat nem én fogom, hanem akkor azokat csak ami. Uh-huh. És aztán én ezt feldolgoztam magamban, és akkor hagytam, hogy a következő alkalommal már az aktív, vagy a fókusz így az arcomba tolja a kameráját, és rettenetes sok küzdés, vagy küzdelem után, de ezt így elfogadtam, és hát a Nóri az gyakorlatilag már
akkor már egy következő lépcsőfok volt. Az, hogy beengedjük, ami gondolom a kérdés mögött leginkább, hogy az, hogy a saját magánéletünkbe hogyan engedjük be, az is érdekel, igen. Beszélgetés. Az is érdekel amúgy, mert hogy ez egy nagyon érdekes sztori. Én olyan sokat gondolkozom ezen, hogy ugye titeket nagyon sokat bántanak azért, amiért a gyerekek ott vannak veletek a vlogokban. És na, és hát, hogy ez azért téma, és ez most nagyon hot topic, mert elkezdte az embereket foglalkoztatni az a saját magánéletükben is. Hogy mi lesz? Meg hogy hol van a határ. Igen. Meg hogy lehet ezt ilyen fekete vagy fehér módon felfogni, de közben meg valahol mindenki a saját határait keresi. És én nekem sincs bölcsekköve a zsebemben, pedig gyerekjogi szervezetnél dolgozom, tudod, és nekem is néha én is azt mondom, hogy nézve például a vlogotokat, hogy ezeknek a gyerekeknek a digitális lábnyoma jelentős. Nagyon. Csomó mindent nem mutatunk meg, mert nincsen semmilyen fajta relevanciája, de a fene se tudja, nem tudom hová visz ez, de nem tudom azt se hová visz, hogy a Facebook, az Insta, mindenki, nem tudom, azt látom, hogy most már természetes része az életnek. Tehát, hogy akármennyire is próbálunk úgy csinálni, mintha ez nem lenne, az életünk része, és ez a felület, amit az internet ilyen módon biztosít, az ne lenne. Tehát az egy van. Azzal együtt kell tudni élni. Most két opció van, hogy nagyon elrontjuk, és életünk legnagyobb hibáját követtük el, benne van, mert nem tudom, mert nem lehet kiszámítani előre, vagy esetleg megtanítottuk őt valamit olyan, egy olyan felületet, ami egyébként szerintem ma már iszonytatósan az életünk része. Megtanítottuk őket kezelni, használni, részévé válni, tudni, hogy mikor, mit nem, mi az, ami... Szóval nem tudom, ha te... Bocs, mondd! Semmi, szóval nincs egy ilyen vége, vagy egy ilyen kifejlett, vagy kialakult gondolat bennem, vagy bennünk, hanem egyszerűen csak próbáljuk természetesen hozzászoktatni ahhoz az élethez a gyerekeinket, amiben egyébként élünk. Mert mi ebben élünk. Nem akarom azt érezni, hogy valami bűnt követek el, mert közben szerintem tökéletesen egy kiegyensúlyozott gyerekeink vannak. Tehát, hogy ha egyébként mindent ez mozgatna, hogy őket így nyomjuk, toljuk, de hát közben nem erről van szó, hanem vannak kontrollált helyzetek, amiben a gyerekeink néha megjelennek. Tehát sajnos az utóbbi időben az utazás az nem tudott az életünk része lenni, hiszen ugye tudjuk. De azok is olyan szituk, amik inkább a sztoriról szólnak, tehát nem őket exponáljuk ebben a történetben, hanem a történet van, aminek ők is részesei, mint ahogy mi is, meg az akármi, ami ott abban benne van. Úgyhogy, ezt én értem, meg én értem, csak igazából bennem úgy vetődik fel a kérdés, hogy van-e nekem jogom felelős felnőttként hozni egy döntést helyette. És ezt a döntést mindenki meghozza, és igen. Akkor az vagy jó, vagy rossz, érted? Tehát, ahogy te is mondod. Nagyon sokféle majd... döntést hozó helyette szerintem. Nagyon, hát folyamatosan döntesz helyette. Igen, tehát hogy pont ez az a döntés, amiről ma a világ szól, az, amit nem hozol meg helyette, vagy még mi az, amit meghozol. Hát, iszonyú bonyolult, erre mondom igen. Azt, hogy egyszer nem tudja más szabályozni, csak az, amit ahogyan te érzel ezzel kapcsolatban, hogy most hibát vagy nem hibát követsz el, az, hogy a társadalom ezt hová helyezi. Nézd, az én életem, most pont a napokban ezen gondolkodtam, hogy gyakorlatilag egy visszapörgetem az időt, de amiről most eddig már beszéltünk, ez is kicsit szinte egyfajtában azt kell érezzem, úgyhogy csak úgy próbáljuk kedvesen, normálisan élni az életünket, mintha így egy ilyen borotva élen tánt, tehát így rajta vagy, sétálunk a vonalon. Minden tekintetben. Amikor elkezdtem Playboyt fotózni, akkor is rögtön, hogy húha, mesztelenség. Hosszú évekig ezzel ment a küzdés. Akkor utána, amikor a Nórival összekerültem, hát az is nagyon necces volt. Aztán, hogy a Nórival kapcsolatban mi mit kommunikálunk az életünkről, az is egyfolytában a határvonalon, aztán a gyerekek, aztán most és még számtalan dolog, de most is összesen egy kisboltot csináltunk. A vlogban miket mutatunk meg, az állatok, az elefántok, az, hogy egyfolytában, hogyha engedsz és kommunikálsz dolgokat, akkor egyfolytában borotva élen táncolsz. Mert az embereknek lesz arról mondani valója. Persze, én nem is haragszom rá. Nem tudom, igen. De úgy érzed, hogy mindig
magyarázkodni kell? Csak úgy érzem, hogy mindig magyarázkodni kell, és ez egy kicsit, hát mit tudom én, így az évek alatt már most hozzászoktunk, de azért néha... De, persze, nyilván. Tehát, és olyan van, hogy azt mondjátok, hogy hagyjuk az egészet. Volt már olyan. Igen. Tényleg? Hát erről már vlog is készült. Pont nem láttam. Megmondom őszintén, hogyha mindent megnéznék, azt amit csináltok, akkor semmi más nem tenni, hogy csinálnék az életet. Sokat anyák, hál' Istennek. De na, annyi tartalmat csináltok, mint a tényleg. Ja. Nem. Persze, hát abszolút omlottunk már össze, és mondtuk azt, hogy na jó, akkor ebből ennyit elég. Uh-huh. De nem amiatt, mert hogy erről mit, ki meg mit mondott, hanem egész egyszerűen csak logisztikailag volt nehéz összeszervezni a... Sok lett, persze, tehát hogy egy napon, most amikor elindítottuk, most karácsony előtt volt egy ilyen összeomlásom, elsősorban nekem. Fotóztam a stúdióban, így kezdődött a nap. Fotóztam, hát így elég sok nap kezdődik. Ahogy az ember fotósként fotóz egy stúdióban. Voltak ügyfelek nálam, amit éppen befejeztem. Ugyanezen a napon indult a webshopunk, ami hát szintén egy teljesen új dolog volt, amit össze kellett rakni nullából, tehát nem kiadtuk valakinek, hogy csinálja meg, hanem ezt bocsáss meg, építettem. Szabadat ne feled. Igen. Kellett? Csinálni? Aha, össze kellett rakni. Miért kellett? Azért kellett, mert jött a szezon. A pandémia? Indult. Nem azért, hanem mert felvettünk nem tudom hány embert a kisboltba, aki mondtam, véget ért a szezon, vagy azt mondtuk volna nekik, hogy nagyon köszönjük szépen, hogy következő szezonban találkozunk, vagy ha céget építünk, akkor azt lehetett volna mondani még, hogy jó, akkor maradjatok itt, kitalálunk nektek valami új feladatot. Ott volt, nem tudom, 8 ember, akik éhezték a feladatot. Értem, most miután jó embereket találtunk, nem akartuk őket elengedni, ezért gondoltuk azt, hogy na, akkor csináljunk egy webshopot, akkor az újabb feladat nekik, akkor minden szépen. Oké, vágom. Zárójelbe zárva, folytasd, kérlek. Miről beszélek? Az összeomlásodhoz vezető utadat akartad el, az a nap, amikor így valami történt. Így van. Ezen a napon indult el a webshop, én még nekem le kellett fotóznom pár terméket, hogy bekerüljönek a boltba. Mert plusz, termékfotós is te vagy ilyenkor. Plusz egy időben forgott a Big Shot nevű fotós tehetségkutató verseny, akik már lent várakoztak a délutáni forgatásra. Aha. És engem fönt a csajok sürgettek, hogy kezdjem el, mert most már csináljam meg ezeket akármelyik terméke, pólókról, vagy a lekvárokról a képeket, mert azt most föl kell tegyük ahhoz, hogy el tudjon indulni. Uh-huh. És ez volt az a pont, amikor azt mondom, hogy na jó, köszönöm szépen, én most nekem arra kéne készülnöm, hogy itt hét, hogy jönnek mindjárt a Big Shotosok. És közben meg nem csak, hogy lefotóznunk, én még menjek is föl, gyorsan retusáljam, kitegyem föl arra a felületre, ahol, uh-huh. ahol ez majd megjelenik. Még búcsúzkodtunk a délelőtti ügyféltől, szóval az egészben voltam mondjuk 15 perc, amikor így hirtelen azt éreztem, hogy nincs annyi, szóval ez akármi van, nem, azt én nem tudom, ez nincs. És ráadásul három különböző, vagy négy különböző ember jött oda hozzám, akik négy különböző területért felelősek, ugye mindenkinek van egy szerkesztője, meg egy íz, és minden is ott állt, és azt mondom, hogy na jó. És akkor mi történik? Mit csinálta rájuk? Csaptad az ajtót? Nem csaptam, nem, csak felmentem az irodámba, leültem az asztalhoz, és egy körülbelül másfél órára magamba szálltam, és mindenkit, nekem mindenki adjon még. Aha, mindenki. Többiek egy kicsit többet várakoztam, utána magamhoz tértem. Szegények, ott tudtam, hogy várakoznak lenne a Big Shotosok, akiket imádtam, meg szóval mindenkit imádok, mert minden jó, csak egész egyszerűen annyira felrobbantott ez az egész, hogy és ilyenek azért úgy, mit tudom én, egy 3-4 havonta bekövetkeznek. Aha, és akkor ilyenkor mondjuk egymást kiszeritek ebből? Mondjuk Nórinak van ilyen? Hát figyelj, ő valami egészen nem. Van ilyen, persze ő is túl pörög, de vagy nem túl pörög az, ami azt szólsz, hogy ő is elképesztően, vagy hát ő az, aki egyszerre nem tudom, 10 dolgban is tud multitaskingol. Igen, csak hogy mindenki elfogy. Ő nem omlik össze. Ő egyszerűen nem omlik össze, amit mondom, nem értek. És nem szoktad így próbálgatni, hogy De. Baszki, hát még mennyit bízzel? Még mit? És nem omlik össze. Feszültebb lesz, tehát a hangszíne az nyilván megemelkedik. De nem omlik össze, hanem rettenetesen összerántja a koncentrációját, és pár mondatokkal, és
intéz. Nem mindig, tehát azért ezt nem mondom, hogy 100-ból aztán 100 dolog meg is történik, de az utolsó pillanatig eltolja, hogy esély legyen arra, hogy legalább megtörténjen. Hogy ilyenkor ki húz kit? Hát ő mindig ő húz engem. Hát már az ilyen helyzetekben, de úgy egyébként én is inspirálom őt. Hát jó, így. Akkor majd nagyon hangos legyen. Aha. Nagyon jól tudjuk egymást motiválni és inspirálni. Ezt látom, különben nem készülhetne ennyi termék, meg ez tartalom. Az egész, igen, ez az egész ettől működik, és ezt én annyira imádom te, ez olyan, de komolyan, tehát hogy persze nyilván iszonyú sok energia meg feladat, de a közös teremtés. De nagyon jó. Tehát, hogy amikor így együtt csak néha neki lódulunk, beülünk az autóba, és akkor elmegyünk megnézni helyeket, hogy oda mit lehetne, meg most megint nyilván 150 új tervünk van. És maga az a folyamat, amikor kitaláljuk, vagy megszületnek ezek a gondolatok, abban iszonyú jók vagyunk együtt, nagyon jól inspiráljuk egymást, és aztán ezeket már csak megvalósítani kell, és az... Szintén ti vagytok. Nem, hát ebben sok... 27 ember körülhetett. Igen, sok segítségünk van, de nem tudom. Igazán, és akkor van, még... Nem tudom, miért csináljuk ezt és akkor még kitaláltok egy ilyen meta dolgot, hogy akkor még beszéljünk arról egy podcastban, amit csinálunk. Igen, de hát az... Ami, figyelj, értem, hogy ti állandóan kommunikáltok. Az nagyon jó, az nagyon ilyen mostában sajnos nem... Most kevesebb van, igen. Nincs sem, de az megállt sajnos. De hogy az jó lesz, de azt is kirakjátok. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon, ezek hát, még igen. A szokásosnál is intimebb beszélgetések. Igen, tehát, igen, hogy ezek nagyon jók. Pont azért, mert annyira, az nekünk terápia egész egyszerűen. Aha. Ez érdekes, hogy ezt mondom, mert pont arra lettem volna kíváncsi, hogy én azt hallgattam például, ahol ugye a Mici története, a mentőség, stb. Ahol igen. Tudom, hogy volt köztetek egy... hát nem ellentét, hanem máshol voltak a komfortzóna határai, talán mondjuk. Igen. Nem, hogy a Nóri ott nagyon mondta volna, mert hogy átment egy nagyon kemény történeten a testével a legprimerebb, ugye az, hogy gyereket tudok-e magamba fogadni, és a többi. Egyébként az, amit most mondasz, még talán visszautalok az előző kérdésre, hogy én hogyan na, kapcsolódtam erre. Talán az ott még az elején volt, ami mi mondjuk nem tudom, mi kapcsolatunknak már nem az eleje volt, hanem amikor elkezdtünk kitárulni. Közös nyilvános történeteteknek, igen. Nyilvános dolgainknak. Az igazából az indította be, nem? Igen, és az engem az kattintott át, mert az volt az, amire én először zsigerből azt válaszoltam, hogy dehogy is, hát miért kéne erről, vagy nem. És akkor a Nóri elmondta, hogy szerintem miért, amire azt mondtam, hogy megértettem, elfogadtam, mert ez neki fontos volt, ezt én megértettem, és látom, és azt láttam, hogy összesen semmi baj nem volt belőle. Aha. Semmi. Egész egyszerűen csak kinyílt egy olyan csap, amit, hogyha az emberek maguknak talán gyakrabban kinyitnának, akkor valószínűleg a saját problémáikat is jobban meg tudnak oldani. Nekünk, kettőnknek is, neki egymagának is. Ez egy óriás, ez nagyon felszabadító érzés volt, és nekem is, tehát hogy abból egyszerűen el kellett ismerjem, hogy ennek van ereje. Aha, tehát nem bántad meg ezt? Nem bántam meg, abszolút, és egy csomó minden dolog, amikor így felmerül, és ahogy így megyünk előre az életben, és a feladatok megtalálnak, meg a bajok, meg a mit tudom én. Meg az örömök, igen, hát jó a speciálzó. Meg az örömök, kicsit ilyen. Igen. Nem, hát azok ott bajok voltak. Mm. Tehát ez a téma, az baj volt. Hát az persze, örömök, hát igen. Az, bár annak végül is pozitív lett a végeredménye, hála jó Istennek. Hát aztán egy éven belül még egyszer. Igen. Olyannyira felszabadultatok, hogy egyszer csak jött. Teljesen érthetetlen volt, de fantasztikus dolog volt. Az milyen volt az a szitu, amikor kiderült, hogy jön Venci is? Ez teljesen szürreális volt, ott is egy fotózásból jöttem, pont, és a Nóri nem tudott mit kezdeni magával, hogy csinált egy tesztet, és akkor egyszer csak... De mi? De hát én nem tudok így. Csak én így. Tehát én nem lehetek így terhes. És aztán hát az nem fantasztikus érzés volt, de azt kívánom mindenkinek. Kívánom mindenkinek, bár akkor még nem voltam felkészülve erre fejben. Körülbelül 5 perc alatt felkészültem. Mert egyébként csodálatos izgalom, szóval érdekel. Nagyon jó érzés volt. K-
kemény ilyen kis kor különbséggel. Tehát, hogy azért azt elnézve a blogokat, azért... Jók, olyan jól el vannak, isteniek. Igen, most már nagyobbak. Ugye most mennyi idősek? Hát a Mici most volt pár nap ezelőtt, 8, a Venci meg 7 lesz. Fotókat láttam. Most lesz 7 augusztusban, 3-án. Igen, szóval most már meg el is szorakoztatják egymást. Ez akkor nehéz, amikor pici és kicsi, és igen, ott, van, igen, és ott vannak, és azt se tudod, hogy hirtelen hova nyomja. Igen. De jó volt, Norinak azt kell mondjam, hogy valószínűleg az is történt így, mert a Nori az ilyen, tehát ő a multitaskingban csillagos ötös. Tehát ő ezt úgy kezelte akkor is, elfáradt, meg nem volt könnyű, de nem különösebben parázott ettől. És mindenki, tehát ha most megkérdezni, ha most ő ülne itt, és megkérdeznéd, hogy ez jól történt-e, ezt eddig már nem tudom hányszor hallottam erre őt válaszolni, és mindig azt mondja, hogy ez a lehető legjobban történt így, ahogy van, és mindenkinek azt ajánlja, hogy ilyen közel kerüljön. Egymáshoz a két gyerek. Az jut eszembe most, amikor pár évvel ezelőtt, az most már jó pár éve lehetett, szerintem egy 4-5, hogy a Forbes csinált veletek egy nagy interjút, kettőtökkel. Aha, azt most kéne elolvasnom, de jó lett. Na, én azt most elolvasom. Tényleg? Na, és miket mondtunk? És az volt a benyomásom, és nem a benyomásom voltam, ti is ezt mondtátok, hogy olyan kicsesen jól vagytok együtt. Igen, hát igen. Tehát, hogy... Az igaz. És hogy akkor ez ezek szerint még mindig, most nem tudom mennyi ideje vagytok együtt, 13 éve, de hogy... Igen, de ez igaz. Hogy ezt olyan sokan nem hiszik el nektek, tudod, hogy az nem lehet, hogy... Igen, ez... Az ördög nánási páros az ennyire jól van együtt. Nem, mert ezt most is... Cinikusak igen, is igen, ezt rendszeresen megkapjuk. Hogy biztos nem igaz, és mindenketten félre megyünk, és egyáltalán, tehát az egész úgy, ahogy van, csak egy játék, vagy egy ilyen színjáték. Hála Istennek, tökön megtaláltuk egymást. Nyilván van elképesztő mennyiség, de hát egész mostanáig erről beszélgettünk, hogy itt a feladatok, és amiket magunkra rántottunk, ettől tettük nehézé az életünket, de nem, ez nem roncsolta szét, sőt, hát nekünk sokakat az építkezés az általában tönkretesz, vagy széthúz. Esetetekben inkább összetart. Minket abszolút. Inkább azt látom, hogy ez a sok feladat az arra is kell, vagy arra is jó, igen, hogy igen, mindig megélitek benne az újra teremt, az együttteremtést, újra és újra. Igen, mert van vonzalom. Én még mindig a világ legjobb csajának gondolom őt, és egész egyszerűen ránézek, és akkor itt minden egy 2 perc alatt megoldódik, amikor nehéz pillanatokban, és akkor is látom azt, hogy mik motiválják őt, miben van, miből jön, miben megy, és egész egyszerűen ezt valahogy mind a ketten tök jól megéljük, és itt igen, néha lehetne, hogy egy kicsit kevesebb dolog történik az életünkben, de közben meg 2 hétig, amikor elkezdődött a Covid, akkor én tapsikoltam örömmel fel. Nem kellett menni. Mert otthon ültünk, és így gondolkodtunk, na abból lett a kisbolt. Tessék. És mikor igen, nyit az jó új? Hát mikor nyit, amikor... Most van rá tető, van rajta tető. Megjelöltük. Csücsök, ugye? Az a neve. Hát ez csak ez munkanév, mert hogy egy ilyen csücsökben van. Ja, jó, mert hogy te ugye legendásan nagy becenévadó vagy. Igen. Ezt is te adtad? Nem, ezt a Nori mondta ki először, hogy menjünk, mert csak hogy mondtunk, hogy megyünk oda a csücsökbe. Ja, azt hittem, hogy ez már hivatalos. Nem, ez csak mi és hát nyilván aztán most mindenki használja, de... Hát valószínűleg június közepén fogjuk megnyitni, van egy, amikor véget ér az iskola, ja, 15-én, 6-án. Azt lőttük be, emléktek a Molinóra májust írtunk. Na igen, én is úgy emlékszem, igen, hogy a Molina május 20-valány van. Ha csak 2 hetet csúszunk, akkor aha, itt vagyunk, akkor az csoda. Az csoda, de, jó, de minden meg lesz. Mindig. Meg lesz, egész van. Biztos, hogy meg lesz. És reméljük marad is. Hát igen, az a nehezebbik. Te vagy Sárokám, na megjöttél, jó van, drága. De nektek már picsuk van? Már picsuk nincs sajnos, mert ő már elszállt az égbe sajnos. Már akkor is volt, amikor... Ő elég hamar, 8 évesen lett sajnos daganatos, és aztán nem is tudtad megmenteni őt. És akkor lett Sári. És Sári, akit örökbe fogadtunk, ő egy kis zacskóba a felakasztott kis
mini kutya volt, mert hogy a fára felakasztották egy zacskóba a testvéreivel. Istenem, aki ilyet csinált ennek. Igen, és aztán ő most az életünknek. De nagyon jó egyébként, mert a gyerekekkel ő annyira jó méretben van, tehát ő pont. Aha, pont az, ami ezzel a ekkora gyerekkel kompatibilis. Szóval ez a diétek, de hogy mi minden van itt, azt akartam van megkérdezni. Van minden itt, hát elsősorban fotózni szoktunk, a Nórinak van itt egy irodája, ő szokott oda beülni a kis üveg kalickába, és ez azért nagyon jó, mert amikor én ott fotózok itt, akkor ő mindent szemmel tart. Hát, tehát, hogy a punci fotózást is én onnan tudja nézni. Jó, nem, van, arra van egy függöny, az beszokott tudni, és akkor... És akkor ott van szegény, és a függöny mögött te hát, fotózod az aktokat? Hát, például. És akkor néha bekukkant. Jó, de ő nagyon laza ezzel kapcsolatban. Nagyon. Mindig nagyon, is az nagyon, volt. Nagyon, hála Istennek. Ha nem lenne az, akkor ez az egész úgy, hogy van, nem lenne. Mert azért ezzel kevés nő tud így fejben. És te így a kedvére abba hagytad volna, hogyha ő kér erre téged? Nem tudok rá válaszolni, mert sose kért. Én kértem. Én például arra kértem őt, hogy ne vállaljon olyan mondjuk szerepet, ahol csókolóznia kell egy másik fiúval. Milyen szerep, egy műsorvezető? Hát sok azért őt kérték fel filmszerepre, meg ilyen kisebb-nagyobb. Azt mondjuk például nem szeretném. Aha. Féltékeny vagy? Hát ha más fiúval csókolózik, nem, valami neki. Nem, arra gondolom, hanem hát az kicsit, vagy. Most már nem annyira, eleinte voltam, igen. Aha. Eleinte kicsit én vagyok, én oroszlán vagyok, uh-huh. És én szeretem, hogyha ha én létezem csak. Áhá, oké. Jó, de jó, hogy végeztünk. Na jó, ez ő? Az igen, ez is ő, mert hát gondolom, hogy látom, hogy ott mindenféle családi fotók vannak. Bár persze itt róla, csak ez az egy van, most úgy látom. Bárhová nézel, őket látod, Pali. Igen, de azért látod, van más is a falon. Vagy ciciket. Egy-két cici azért van. A család és a cicik. Egyelő, lelássipált. Jó? Gyönyörű. Gyönyörű. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még fotózunk egyet, de megcsinálod a szelfit? Meg. Az a titok, hogy nem képzeljük el azt az embert. Eddig tartotta, nem akarok beleszólni. Igen, hozzá, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Krista megoldottam. Te tudsz rólam dolgokat. Adjuk meg, ez mi? Te is tudsz rólam, úgyhogy kütek vagyok. Olyanok vagytok, mint a Spice Girls. Így összekasztingoltak volna titeket három, tehát hogy most nézzetek magatokra. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.